Nagykun szimfonikus nyár, kazak vendégek kóstolták meg a birkapörköltet, táborok, megduplázódott a horgászok száma. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. július 13-án 18 óra 5 perckor. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nagykun Szimfonikus Nyár 2021 címmel indít nyári térségi szabadtéri rendezvénysorozatot, amelynek részleteiről a Beregfürdői Park étteremben tartott sajtótájékoztatót Ignác Ervin ügyvezető, Patkós Imre ügyvezető, szakmai igazgató és Hubai Imre közgyűlési elnök. A sajtó az érintett települések vezetőinek jelenlétében Balogh Gyula Abátszalók, Sári Kovács Szilvia Karcagváros alpolgármestere és Molnár János Beregfürdő polgármestere. Huba Imre, a Jász-Nagykun Szolnok megyei önkormányzat elnöke örömmel fogadta és támogatta a zenekar kezdeményezését, hiszen, mint fogalmazott, a Tiszató és a nagykunság érintett településein élők is szeretik a komoly zenét. Az együttes által összeállított műsor pedig kicsikhez és nagyokhoz is egyaránt szólt, hiszen van, ahol gyermek előadás is lesz, és nem mellesleg egy lemez bemutató koncert is, ami igazán emeli a fesztivál rangját. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar egy olyan repertoárral készül, amellyel Abátszalók, Tiszafüred, Karcag és Beregfürdő közönségét szeretné megörvendeztetni. Ezek ingyenesen látogatható rendezvények, ahol a zenekar egy olyan fesztivál repertoárral készül, amely a könnyed szórakozás, a könnyed kikapcsolódás, a laza elegancia keretén belül mindenki számára elérhetővé teszik ezt a gyönyörű szép műfajt. Én azt gondolom, hogy a bezártságot követően igenis ki vagyunk éhezve arra, hogy rendezvényeket látogassunk, hogy egymás társaságában kötetlenül végre jól érezhessük magunkat, és szerencsére Magyarország hatásosan védekezett a pandémia második és harmadik hullámában, így lehetőségünk nyílt arra, hogy ezen a nyáron már kissé felszabadultabban igénybe vehessük ezt a gyönyörű rendezvénysorozatot. Abátszalókon egy nagyon-nagyon hangulatos és sokoldalú színpadavatással kezdődik a rendezvénysorozat, ami egyben július 2-án megnyitja a tiszatavi turisztikai főszezont is. Majd ezt követően Tiszafüreden, a Vadonatúj főtéren, a város új rendezvényközpontjában kerül megrendezésre a zenekar koncertje, amely szintén felhívja a figyelmet arra, hogy a Tiszató fővárosa rendkívül gazdag programokban, kínálatban és ehhez egyre szebb, egyre vonzóbb, egyre modernebb infrastruktúrával rendelkezik. A következő állomás augusztus 20-án Karcagon lesz, ahol én azt gondolom, hogy méltó megemlékezés lesz ez az állami ünnepről, és méltó módon fogja a karcagiak kultúra iránti igényét kielégíteni maga a koncert. Hiszen Karcagon a művészet és a művészeti oktatás, a művészet jelenléte tapintható, és rendkívül sokan értékelik ezt a fesztivál műfajt, ami már régóta hiányzik, hogy látogathassuk személyesen is. Majd szeptember 4-én a Beregfürdői nyárutó, az őszi szezon kezdet, az utószezon kezdetekor szeptember 1-én záródik a rendezvénysorozat, és a Beregfürdői repertoár hasonlóképpen az elődjeihez egy laza, kis nyárias fesztivál repertoár lesz, amiben nagyon bízunk benne, hogy mindenki megtalálja a neki tetszőt, és még különleges meglepetésre is készül a Beregfürdői alkalomra a fesztiválzenekar, de ez már legyen a jövő zenéje. Ignác Ervin ügyvezető elmondta, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Első alkalommal hagyományteremtő szándékkal rendezi meg a Nagykun Szimfonikus Nyár 21 fesztiválját, melynek 4 helyszíne van: Abátszalók, Tiszafüred, Karcag és Beregfürdő. A koncertet nagyon várják a zenekar tagjai is, akik hónapokig nem játszhattak, és most napok óta próbálnak, gyakorolnak, hogy kulturált szórakozást és kikapcsolódást kínáljanak az érdeklődő helyi és más településről érkező zeneszeretők számára. Hát a pandémia után sorba vettük azokat a feladatokat, ami a mi naptárunkban látható, és úgy gondoltuk, hogy itt az ideje, hogy ezeknek a helyszíneknek egy rendszerbe foglalt platformot adjunk. Ignác Ervin ügyvezető társammal úgy döntöttünk, hogy
hát megpróbáljuk megnyerni az ügynek a közgyűlés elnök urat. Így aztán létrejött ez a négy helyszínt magába foglaló koncertsorozat, Abáczalók, Tiszafüred, Berekfürdő és Karcag. Azonban nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy ezeken a helyszíneken korábban is nagy élménnyel játszott a zenekar, és most sem szerettük volna egyiket sem kihagyni, viszont nagyon tele van a naptárunk, úgyhogy azt gondoltuk, hogy az a legegyszerűbb módja, hogyha sorozatot tervezünk. Minden sorozaton nem tudjuk ugyanazt a műsort előadni, de külön fesztivál műsorként létrehoztunk egy olyan műsort, ami első fél időben egy részhúvós együttes által előadott világslágereket tartalmazó 50 perc alatt a föld körül című műsort tartalmaz, a második fél idő filmzenéket, Cápa, Jurassic Park, és hogy a végére hagyjam a slusszpoént, Berekfürdőre sikerült megnyernünk Dolhai Attilát, aki lemezbemutató koncerten fog itt föllépni, és kíséri a Szolnoki Szimfonikus Zenekar. Azonban a délutáni gyerekelőadás az itt az 50 perc alatt a föld körül lesz, aminek a zeneszerzője Balogh Sándor. Ez egy nagyon érdekes, nagyon vidám, nagyon temperamentumos zene. A világ különböző tájairól nagyon ismert dallamoknak a fűzére. És van egy műsorvezető, énekes, Finta Zoltán, aki az egészet kvázi énekes műsorvezetőként poénokkal tűzlelve végig énekli. Úgyhogy bátran biztatom a strandlátogatókat is, nem fog fájni, tehát fantasztikus élmény. Én mindig, amikor megnézem, mindig újabb színeit fedezem föl. Amikor elindult a Tisza Tavi Fesztivál programhoz hasonlóan a mi partíróra fesztiválunk, akkor kizárólag pályázati forrás állt még rendelkezésre, és ennek a pályázatnak az egyik kritériuma volt az, hogy non-profit jelleggel legyen megszervezhető ez a pályázat, vagy ez a program. Azért is, mert mi nem csak a turistáknak szeretnénk kedveskedni, és nem is csak nekik játszunk, az őslakosokat is szeretnénk. Tehát végigjártuk a templom túrával is a környező településeket, ahol felújított templomok vannak. Külön hangsúlyoztuk a polgármestereknek is, hogy nem azt szeretnénk, hogy fél órára ide eljövünk, és akkor itt elkápráztatunk mindenkit, mint a sztárok, hanem szeretnénk bejátszani magunkat a szívükbe. És azt gondoljuk, hogy ez sikerült is, mert most nem sokat kellett agitálni, hogy befogadjanak bennünket. Ahogy meghallották akár a Kristóf, akár a kolléganők telefonját, nyitott ablakokat. Karcagon augusztus 20-án a Városháza előtti téren hallható. A műsor első részében Balogh Sándor zeneszerző 50 perc alatt a Föld körül című művét hallhatják az érdeklődők, majd egy világ körüli útra indulnak a nézők, amelynek során a különböző országok jellegzetes zenéivel, dallamaival is megismerkedhetnek. A koncert második részében Mozivarás címmel válogatás hangzik el közismert filmek népszerű zenéiből. A Nagykun szimfonikus nyár szeptember 4-én Berekfürdőn egy lemez bemutatóval zárul. Dolhai Attila, musical és operetténekes, a Budapesti Operettszínház művésze lesz az est vendége. A zenekart vezényli Izaki Masahiro és Kanai Toshifumi. A koncertek ingyen látogathatóak. Városunkba látogatott a kazak nagykövet. Mint megtudtuk, a kazak testvéreink is nagyon szeretik a birkapörköltet, illetve a birkából készült ételeket. Üdvözlöm Abradzsó Zsanibek kazak nagykövet urat. Járt-e már itt nálunk Karcagon, illetőleg a birkafőző napján? Először voltam itt 2020-ban, januárban, és Karcag nagyon baráti város nekünk, mert tudja, itt a Kun szövetség van, és a Varga Mihály úr, és Kovács úr. Itt születik, és mi persze Karcag nekünk Kazahsztán részére, ez nagyon közel város. Mert ez ilyen baráti, rokonai város. Mennyire fogják és hogyan fogják a birkafőző napját, a birkafőző fesztivál hírét vinni majd haza? Egyébként ez a fesztivál, birkafőző fesztivál, Kazahsztánban is nagyon szeretik, és nálunk van ilyen étel. Egy picit másképpen csinálják, de ez nálunk is nagyon híres. Tehát persze nálunk Kazahsztánban nincs olyan fesztivál, mint itt Magyarországon, de mi mindenképpen Kazahsztánban ezt hirdetjük, hogy itt Magyarországon, Karcagon szoktak ilyen fesztivált csinálni, a birkafőző fesztivál.
volt, na, mivel ez Kazahsztánban is van. Miért kiemelten fontos a kazakok és a magyarok közti nagyon jó viszony ápolása? Elsősorban Magyarország az a stratégiai ország Kazahsztánnak, és jövőről Kazahsztán és Magyarország közötti diplomáciai kapcsolatnak 30 éve lesz, és utána persze Kazahsztán és Magyarország kapcsolatai nagyon rokonai kapcsolatok, és vidécségi igazolvány elismerése volt. Köszönjük szépen, és várjuk önöket vissza jövőre is. Itt a Karcakból származik a Mondoki is, van Gyulán, igenis ez a türkológusok, akik nagyon hatásos volt a kapcsolatunkra is. És Karcak ez ilyen szent város nekünk. Mi úgy gondoljuk, mert az, ahogy mondta, a rokonai kapcsolatunk van, és azért Karcak ez legközelebb igen a város nekünk. Lusz Csillával, a Karcagi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola vezetőjével arról beszélgettünk, hogy befejeződött a tanév, elkezdődik a tábori szezon. Június 15-én volt az utolsó tanítási nap, és másnaptól beindult a szokásos június végi kéthetes nyári ügyelet azoknak a gyermekeknek, akiknek szülei nem tudják megoldani a szabadságot. Az iskolából a gyerekek már elmentek, otthon vannak, de még találkozhatunk gyerekekkel, hiszen 15-én volt az utolsó tanítási nap, és 16-ától pedig beindult a szokásos június végi kéthetes nyári ügyelet, amikor is azon családok kérhetnek ügyeletet gyermekeiknek, akik nem tudják megoldani a szabadságot, és így ők tudnak dolgozni tovább. Ezzel párhuzamosan az EFOP-os csodaszarvas elnevezésű projekt tábora is elkezdődnek, ami az iskolában mintegy 130 gyermeket érint, akik 6 tematikus táborban vesznek részt. Egy-egy művészeti és sporttáborban 22 gyermek van, és 5 napközis és egy orrfűi bentlakásos tábort valósítanak meg. Az ügyelet mellett beindultak az EFOP-os csodaszarvas elnevezésű projekt táborai. Ez iskolánkban mintegy 130 gyermeket érint, 6 csoportban, tematikus táborokban vesznek részt a gyerekek június utolsó két hetében. Ezek a tematikus táborok a művészetek, illetve a sport köré szerveződtek. Egy-egy csoportban 22 fő gyermek van. 5 napközis tábor, illetve egy bentlakásos tábort valósítanak meg a kollégák. A bentlakásos tábor során a Dunántúl a Pécs környékére orrfűre utaznak a gyerekek egy hétre, és ott töltik ezt a hetet, és ismerkednek meg az ottani látványosságokkal, illetve szereznek újabb ismereteket. A csodaszarvas program által szervezett táborok nagy mértékben hozzájárulnak a gyermekek képességfejlesztéséhez, illetve az általános ismereteik bővítéséhez. Annyit érdemes elmondani ezekről a csodaszarvas program által szervezett táborokról, hogy nagy mértékben hozzájárulnak a gyermekek képességfejlesztéséhez, illetve az általános ismereteinek a bővítéséhez, hiszen nyáron szabad keretek között ismerkednek nevezetességekkel itt a bentlakásos tábor során, illetve itt az iskolában a különböző foglalkozások során szereznek újabb ismereteket. A gyerekeknek nem kerül pénzbe a tábor, a pályázat mindent finanszíroz. Ez nem kerül a gyermekeknek pénzben, mindent finanszíroz a pályázat, és a pedagógusok is kapnak ezért juttatást, tehát munkaidőben, illetve külön juttatásért látják el ezt a feladatot. Minden gyermek, aki szeretett volna ezekben a táborokban részt venni, az bekerült, így sok hasznos ismerettel és élménnyel gazdagabbak lesznek a nyáron. Jelentősen nőtt a horgászat népszerűsége térségünkben, a teljes lakosság több mint 7%-a rendelkezik horgászengedéllyel, számuk 4 év alatt megduplázódott.
A horgászok 41%-a legalább heti egy alkalommal eljár horgászni, további 37% legalább havi gyakorisággal teszi ezt. Noha túlnyomó rész továbbra is férfiak időtöltésének számít, már több tízezernyi nő is hódol ennek a sportnak. A horgász közösség dinamikus bővülése fiatalodást is hozott. A válaszadók 27%-a 18-40 év közötti, 43%-a 41-60 éves korosztályból került ki. A Magyarországos Horgászszövetség közel 80 ezer gyermek és fiatalkorú horgász tart nyilván. A magyar horgászok mintegy 2200 nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen hódolhatnak szenvedélyüknek, ezek döntő többsége a MOHOSZ rendszerébe tartozik. A szövetség szervezetéhez jelenleg mintegy 1200 horgász egyesület tartozik. A térségünkben élő horgászok 67%-a a járvány kitörése óta is ugyanolyan gyakorisággal horgászott, 12%-uk más program hiány még gyakrabban is kijárt a vízpartra. A vízpart általában természetes tavakat és folyóvizeket jelent, ugyanakkor a válaszadók 32%-a jelezte, hogy több-kevesebb rendszerességgel erre a célra létesített napi egyes horgásztavakat látogat. A túlnyomó többség, 62% elsősorban pontyra megy, de gyakori célpontot jelentenek a keszekfélék 13%-kal, a süllő 7%-kal, a csuka és a harcsa 4-4%-kal, valamint az amúr 3%-kal is. Magyarországon bő két évtizede jelent meg a sporthorgászatnak az a formája, melynek követői a halat nem viszik haza, hanem visszaengedik a vízbe. A felmérés szerint a horgászok 18%-a sosem tartja meg a halat, miközben 29%-uk az engedélyezett halakat legtöbbször hazaviszi. További 53%-uk esetenként dönt a kifogott halsorsáról. Azok közül, akik hazaviszik a halat, 60%-nyian csak kisebb mennyiséget, évente legfeljebb 20 kg halat visznek el. A horgászatban a válaszadók 75%-a kikapcsolódást keresi, 16% tekint rá elsősorban halforrásként. 5% versenyszerűen űzi ezt a tevékenységet, további 4% számára pedig ez elsősorban társasági esemény. Ennek megfelelően a hely kiválasztásának elsődleges szempontja 58%-ban a kellemes, rendezett és nyugodt környezet. 27%-ban a megfelelően gazdag halállomány, 15%-ban pedig az adott területre szóló horgászjegy ára. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!